Miért tartod oly fontosnak a külpolitikát? Lassan rájöttem egy másik fontos, én szerintem fontos helyzetre, ahogy elkezdtem külpolitikával foglalkozni először hobbiként, majd a hobbiból már a szakma lett. Ami fontos, és amire úgy ráébredtem, hogy Magyarország nemzetpolitikája nem működhet szigetszerűen. Ha Magyarország olyan lenne, mint egy sziget, akkor megengedheti magának, hogy a külpolitika olyan legyen, mint egy időjárás jelentés, jön az orkán, vagy jön a cunami, akkor ez és ez történik. Magyar nemzetpolitikát nem lehet úgy fölépíteni, hogy nem tudjuk, hogy milyen nemzetpolitikák épülnek a szomszédban. Milyen szlovák nemzetpolitika van, milyen román nemzetpolitika van, milyen szerb nemzetpolitika, és ez nem azt jelenti, hogy mi a nemzetpolitikánkat alárendeljük ezeknek, de ha nem tudjuk, hogy miben mozgunk, ha nem tudjuk, hogy miként működnek ezek a társadalmak a maguk egy világrendszerükben, akkor a mi nemzetpolitikánk működésképtelen lesz, és az elmúlt 30 évem részben arra ment el, hogy a magyarországi döntéshozókat ráébresszem és rávegyem arra, hogy átlássák, hogy egyrészt rendkívül fontos, hogy nagyon alaposan ismerjük, hogy mi zajlik a környezetünkben, ezt akár a Manellé szintjéig is tudjuk, tehát pontosan tudjuk, hogy miként gondolkodik egy átlag román szavazópolgár, hogy most ennél maradjunk, mert ennek alapján tudjuk megítélni, hogy milyen politikusi réteg alakul ki ebből a választói közösségből, és ez a politikusi réteg miként fog reagálni egy különböző helyzetekben. És ez a legnehezebb, és ezt nem lehet a napi apró munka nélkül megcsinálni. És az elmúlt 30 évem Magyarországon ez az apró munka volt, hogy gyakorlatilag és ezt nem lehetett másképp megcsinálni, mint bebizonyítani, hogy amit mi megállapítunk a román társadalom alapos megfigyeléséből, az beépíthető egy politikai rendszerbe, egy magyar nemzetpolitikai rendszerbe, és csak ennek alapján lehet olyan döntéseket hozni, amelyek aztán akár az egész magyar közösség számára fontosak lehetnek. És hogy egy olyan példát mondjak, amelyik nem Románia, de mégis úgy érzem, hogy van közöm hozzá. Magyarországon a 90-es évek közepén Moldova Köztársaság terra inkognita volt, fogalmuk sem volt, hogy eszik vagy isszák az ottani közösségeket. Az én román nyelvtudásom lehetővé tette, hogy a formálódó Moldova köztársasági folyamatokat részletesebben figyeljem, mint bármelyik másik magyarországi elemző. És részben ennek a következménye, hogy amikor az Európai Unió nyitott Moldova Köztársaság irányában, addigra már több éves információbázist tudtam a külügyminisztérium számára biztosítani, és a magyar külügyminisztérium olyan módon tudott föllépni ebben az EU-n belül, mikor el kellett dönteni, hogy az EU közös vízumkiadó nagykövetsége a román legyen, vagy a magyar, akkor Magyarország kellő szaktudást tudott felmutatni, hogy Magyarország legyen, tehát, hogy elfogadják, mint tárgyalófél. Nem volt olyan riasztó a moldovai, nem román közösség számára, mert Románia politikai ügyet csinált abból, hogy a román nagykövetség legyen ez a vízumkiosztó költség, és így sikerült elérni, hogy Magyarország rendkívül fontos szerepet töltött be Moldova Köztársaság és az Európai Unió kapcsolataiban, és éveken keresztül nem csak közös vízum központ volt a magyar nagykövetség, miközben az akkori belügyminiszter, szinte térden, román belügyminiszter térden csúszva ment el Strasbourgig és Brüsszelig, hogy Románia kapja meg, de az EU-ban misszió, tehát a transznyeszteri határnál lévő missziót is magyar vezérezredes vezényelte, illetve az EU külön megbízottja is egy magyar volt, aki kísérőben tevékenykedett. Tehát ezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy mennyire fontos szerepet tud játszani a határon túli magyar közösség akár az anyaország politikai életében és külpolitikájában. Egyrészt a nyelvtudás, egyrészt a társadalomismeret, egyrészt pedig az eltérő, vagy legalábbis sokszínű szemléletmód alapján. Közelednek a választások. Van olyan román párt, amely kitűzte céljául, hogy képviselje a magyar közösséget. Én nehezen tudom elhinni, hogy egy nem magyar párt alternatívát jelenthet a magyar közösség számára. Te hogyan látod? Másik fontos tényező, amit talán az európai parlamenti választásnál látszódott először igazán, és pedig ez az, hogy a bizonyos mértékig érezhető egy fáradás a magyar közösségen belül is. Tehát a magyar közösség viszonyulása a magyar politikai elithez is kifáradóban van, és van egy olyan, vagy lehetett tapasztalni egy olyan tendenciát, amelyik azt mondja, hogy vannak alternatív román pártok, amelyek esetleg nyitnának és behoznák a magyar, tehát alternatívát jelenhetnének a magyar képviselő számára. Ez egy nagyon csábító és nagyon trendi, hogy ilyen kifejezést használják, hozzáállás lehetne. Ilyenkor mindig azt mondtam, vagy azt szoktam mondani, hogy bizonyos mértékig mi olcsóban adjuk a bőrünket, mint a felvidéki magyarok, mert a felvidéki magyaroknál a szlovákoknak létre kellett hozniuk egy valódi vegyes pártot magyar elnökkel ahhoz, hogy a felvidéki magyarok egy részét át tudják csábítani egy tisztán magyar pártból egy ilyen vegyes felvágodna. Most pont azt láttam a legutóbbi európai parlamenti választáson, hogy mi, akik a magyarabb határon túli magyar közösségnek tartjuk magunkat, míg megelégedünk egy magyar politikusok nélküli román párttal is, hogy majd az képviseli az érdekeinket, miközben miért biztosíték, vagy miért is képviselni, vagy annélkül, hogy megelégedünk azzal, hogy egy párt a honlapjának egyik fülére tett néhány viszonylag megközelítőleg jól lefordított, de megközelítőleg jól magyarra lefordított szöveget, amiben semmilyen utalás nem volt arra, hogy annak a pártnak fontos, hogy az én gyerekem magyar iskolába járjon. És ez bizonyos mértékig úgy érzem, hogy megfosztjuk a gyerekeinket, vagy a gyerekeink nem gondolják, a nagyobbra nő gyerekeink nem gondolnak arra, hogy ők most nem lehetnének magyarul beszélő gyerekek, ha a szüleik is úgy gondolkodtak volna, hogy esetleg ők gondolkodnak, hogy majd egy román párt megoldja. És ha valaki visszanéz a történelembe, akkor a mostani állapot, amit a magyar közösségen belül érzek, az egy kicsit hasonlít a 47-es az 1947-es állapothoz, amikor a román kommunista propagandának elhitte a háború után, egy veresség után megjelenő közösség sajnálatos módon az értelmiség, tehát a magyar értelmiség egy jelentős része is, elhitte azt, hogy hát igen, ebből az útból itt nem kell magyar párt, nem kell, nem tudom mi, nekünk elég a román kommunista párt, vagy a román munkáspárt, hiszen akkor román munkáspárt magyar tagozata is, mert az majd megoldja a mi közösségi ügyeinket. És mire rájöttek ezek az értelmiségek, hogy tévúton jártak, addigra már elvesztettünk több 10 vagy több 100 000 embert, és gyakorlatilag a romokból kellett fölépíteni a Ceausescu rendszer, legsötétebb korszakában egy romokban lévő és jelentős részben az értelmiségétől megfosztott, akár úgy, hogy börtönbe zárt, akár úgy, hogy önfeladó értelmiségtől megfosztott közösségnek kellett túlélnie. Én azt mondom, hogy nem kellene ugyanebbe újra belelépni. Tehát lehet bírálni a magyar politikai vezetést, és itt most nem az RMDS, azért nem neveztem pártot, mert itt nem csak az RMDS-ről van szó. Itt említhetném mondjuk ebben az konstellációban az Erdélyi Magyar Néppártot, vagy Székelyföldön a Magyar Polgári Pártot. Igenis, szedjék össze magukat, én is azt mondom, és ahány helyen megszólalok tévében, rádióban, mikor és egy szóba kerül, igen, szedjék össze magukat. Egy politikus nem adhatja, nem teheti zsebre a kezét, hogy készült, már megválasztották, mostantól mindenkinek pofa be, és holnaptól ő osztja az észt, és ő szabja meg. Igenis, oda kell figyelni a közösségre. Igenis, a közösségnek el kell számoltatnia azt, akit megválasztott. De akkor számoltassa el, akkor szembesíts, akkor ne forduljon el sértődötten, mert hogy az ő, akkor legyen még hangosabb, akkor követeljen még erőteljesebben, hogy az, amit ő látni akar, amit ő el akar érni a közösségen belül, az legyen meg. Mert még egyszer, ha valaki azt hiszi, hogy holnap Dambánnál, Teodor Paleológú, vagy bárki azért fog küzdeni, hogy Nagybányán legyen magyar általános iskola, az téved. Azt innen mondom, hogy Teodor Paleológú, Dambánnál, Klaus Johanniszt, Viorica Döncsilet, mindenkit sorolják, Mircea Diaconut. A legkevésbé sem érdekli, hogy Nagybányán lesz magyar általános iskola 2020-ban, vagy nem lesz általános iskola. De ez nem érdekli a helyi, még Kerekes sem érdekli. Most utaljak arra a cirkuszra, amit zajlott a magyar iskola, általános iskola körül. Tehát még egyszer, ha mi nem küzdünk, akkor senki nem fog. És nem lesz az a román politikus, aki ha majd választania kell, hogy a Zazarnegyedi románsággal szembe menjen-e, hogy ott nyíljon magyar osztály, vagy inkább ottani magyar közösséggel kell neki rosszba lennie, hát nem hiszem, hogy bárkiben egy pillanatig is lesz kétség, hogy mennyi politikai tőkét lesz hajlandó egy román politikus feláldozni azért, hogy a magyar közösségi jogok, vagy hogy ki legyen írva mondjuk egy boltra magyarul a bolt neveit. A kiírás nem arról szól, hogy nem értjük meg, hogy önkölcse mint-e a cipőbolt. Itt arról szól, hogy mi egyformán jogunk van jelenlétni, a főtér a miénk is. És ezért üdvözlöm a 2 hét múlva sorra kerülő főtérfest. Óriási dolog. Óriási dolog a Főtérfesztivál. És én mindig büszke, ahány helyre megyek, mindig büszke vagyok, mikor azt mondom, hogy igen, a magyar közösség, a nagybányi magyar közösség az egy nagyon gerinces, nagyon is erős közösség. Vagyunk 13, én magam is még mindig nagybányainak tartom magam, vagyunk 13%-an, és fontos. És fontos legyen a továbbiakban is, hogy igenis jelen vagyunk, és nem bujkálni kell a kertek alatt. Hanem tudomásul kell venni, hogy mi jelen vagyunk, és ez a nyelvünk, ez a kultúránk, és ez a kultúra határozta meg ezt a várost évszázadokon keresztül. És erre mindig is büszkék legyünk, és tudjuk. És nagyon fontos, hogy az iskolában, a közösségi tereken ne felejtkezzünk meg azokról, akik ezt a várost fölépítették, akik ezt létrehozták. Gyerekek, tanulják meg, kik voltak azok, akik ezt létrehozták, és hogy miért hozták, és hogyan hozták létre. Ez mindig legyen mögöttünk, amikor végigmegyünk az utcán, sok román zászló mellé, képzeljük oda legalább fejben a sok magyar zászlót is. Mert az bennünk van, mi se rohangáltunk annak idején magyar zászlókkal a főtéren, nem ez volt a fontos. De bennünk ott volt. És fontos volt, hogy mi tudjuk, hogy mi vegyes iskolába jártunk, nem volt Németh László gimnázium. De amikor a kosárpályára kimentünk iskolai bajnokságot játszani, és a 9B játszott a 9D-vel, akkor az egy magyar-román mérkőzés volt. És akkor meghaltunk a pályán, mert nem kaphattunk ki. Mert fontos volt, hogy ha mi kikapunk, akkor ott magyar csapat veszít. És fontos volt, hogy persze kikaptunk sokszor, de a hozzáállás, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem érhetnek bennünket csalódások, csapások, kudarcok, de mindig az legyen a fejünkben, hogy újra és újra ezredjére, tízezredjére, százezredjére föl kell állni. És föl kell segíteni azt, aki elesett. És erőt kell beleadni. Ha úgy érzi, hogy hogy jaj, hát, de hát jobban megtanul románul a gyerek, hogyha magyar, román óvodában. Nem. Akkor legyen a templom mellett, vagy az iskola mellett, legyen egy olyan foglalkozás, ahol ha, tudom, hogy milyen a tankönyv, tudom, hogy már most már talán hatodiknál tartunk most, hogy alternatív tankönyvek vannak román nyelvből. Igen, tudom, hogy ez többlet munkát igényel, de még egyszer, a közösségünkért tesszük. Tehát fontos, hogyha a rendszer nem segíti azt, hogy mi úgy érvényesüljünk, hogy ugyanolyan könnyen menjen ez nekünk, mint a románoknak, ez nem azt jelenti, hogy akkor váljunk mi is románokká, hanem akkor egymás segítve hidaljuk át ezt a hátrányt, és csináljunk a hátrányból előnyt. Legyen az, hogy mi két nyelven tudjuk ugyanazt elmondani, két nyelven tudjuk, két helyen tudunk érvényesülni azzal, hogy magyar iskolába jártunk. Mert tudunk román környezetben is, tudunk magyar környezetben is érvényesülni. És ha ezt megtanuljuk, és gyerekként megtanuljuk, hogy a többfajta nyelvű környezet az nem veszélyes, sőt, gazdagért, akkor a világon bárhol megálljuk a helyünket. Akkor nem félünk attól, hogy kihívás, nem félünk attól, hogy hát milyen jó lenne, ha nem kellene érettségizni még egy tan. És akkor adjuk inkább románba a gyereket, hogy ne kelljen magyarba. Ez őrület. Meg lehet tanulni, egy vizsgával több, mi se hartunk bele. És gyakorlatilag, sőt, ha azt mondjuk, sok esetben, és ez legyen tanulság, mert hallottam ilyenekről, lehúzta a román nyelv az átlagát is, hogy milyen rossz. Arról nem hallottam, hogy sokaknak a magyar nyelvi vizsgája emelte fel az átlagát. Hogy a magyar nyelvi vizsgával lett nem 6 valamennyi, hanem mondjuk 7 valamennyi, vagy 8 valamennyi, vagy 9 valamennyi. Tehát nézzük, mindig keresünk meg a jó oldalát is a nehézségeknek, hogy igen, lehet, hogy hetente 4 órával többet kellett menni, vagy a mi időnkben reggel 7 órakor voltak a magyar órák, és miközben a román gyereknek elég volt 7 órakor felébredni, a magyar gyerek 5-6-kor kelt, hogy bejusson az iskolába. Igen, de ez van. Ez nem jelenti azt, hogy akkor adjuk föl magunkat, hogy akkor ez egy kihívás. Ettől erősödünk meg, ettől leszünk ellenállóbbak. Ez olyan, mint egy védőoltás. Fáj. Igen, mikor beleszúrják a védőoltást, az ömörben fáj. De mégis ez biztosítja, hogy később ellenállóbb lesz, és nem fog minden egyes tüsszentéstől ágynak esni és beteg lenni. Tehát mindig legyen bennünk mindig lássuk a célt magunk előtt, mindig segítsünk látni a célt. Ez nagyon fontos, és az én gyerekkoromban is megtanultam, és ez legyen a továbbiakban is. Jönnek választások, a közösség azt figyelje, és azt nézze, hogy ki az a jelölt, aki valóban ráfigyel, aki azt nézi, hogy ő mint közösségként, mert hogy legyen világos, ha felszámolják, ha Kovács Péterből, hogy mondjak egy általános nevet, Kovács Péter csinálnak, akkor kész, akkor gyakorlatilag ő egy lesz a sok közül. Nem fog számítani. Egy lesz a 130 000 szavazóba. Kovács Péterként egy abból a 30 vagy 20 000 szavazóból, aki más szempontként kell megfogni, akit Kovács Péterként kell megfogni, akinek oda kell figyelni, hogy ő ékezettel követeli a nevét kiírni, aki követeli, hogy Kovács Péterként használják a nevét, nem Péter Kovácsként, mert abban a pillanatban sokkal értékesebb szavazóvá válik, hiszen azonosítható szavazó. Egy arccal rendelkező szavazó. Különben egy a nagy masszából, egy a 130 000 emberből, akit dobunk neki 3 szlogent, meg egy töltőtollat, vagy golyóstollat, és egy kampánysípot, és akkor el van intézve. Nem kell nagy erőfeszítés és akkor az egész csak egy egyszerű kis. Tehát tegyük értékessé magunkkal. És akkor tudjuk a választáson értékesé magunkat, ha be tudjuk árazni magunkat. Ha ez egy olyan közösségként tud föllépni, amelyik igenis fontosnak tartja, hogy ezt a 20 000 embert megszólítsák, és arra szavaz, aki őt megszólítja, akkor ez olyan 20 000 szavazat, vagy olyan 15 000 szavazat, vagy olyan 10 000, most ne akadjunk ki a számokon, amelyiknek ára van, amelyiknek jól meghatározható, itt most nem pénzben, hanem jogokban, jóléti, tehát hogy jól érezze magát. Igen, akkor annak a politikusnak, lehet, hogy román politikusnak fontos lesz megígérni, hogy ha őt megválasztják, akkor az utcákra is kiírják magyarul a neveket. Vagy még akkor is, ha nem vagyunk 20 %-on. Mert miért lehet Segesváron kiírni magyarul, vagy miért lehet magyarul is kiírni, és miért ne lehetne Nagybányán is? Vagy miért lehet olyan hely, miért lehet Gyulán, ahol él néhány száz román, vagy néhány ezer román, a menüt is kiírni magyarul a vendéglőben, és nem lehet egy olyan városban mondjuk, ahol 20 000 ember, elérni, hogy igen, ez a 20 000 ember abba a vendéglőbe, kávézóba megy el fogyasztani és elkölteni az adózott pénzét, ahol veszik a fáradtságot, a mai világban nem egy nagy művészet, és magyarra is lefordítják a menüt neki. És fontos számára, hogy magyarul. Ha megszólal magyarul, akkor azt mondja, hogy elnézést, én nem beszélek, de a kollégát küldöm, mert ő önöket kiszolgálja magyar nyelven is. És ez nem nyelvtudás kérdése. Ez nem azon múlik, hogy tudunk vagy nem tudunk magyarul. Ha mi fel tudjuk mutatni, hogy mi egységesen akarjuk azt, hogy a nyelvi jog, a nyelvi egyenlőség az abból áll, hogy az én nyelvem nem 20. rangú, nem másodrangú egy közösségen belül. Ha 3 ember találkozik, és abból 2-en egy nyelvet beszélnek, akkor igenis elvárható, hogy az a harmadik, az értse legalább, hogy az a másik 2 mit mond, még akkor is, ha ezt magyarul mondja. Tehát nem annak a 2-nek kelljen átváltani annak az 1-nek a nyelvére, mert egy társaságban ő már nem tud megszólalni. Miért ne lehetne például a román gyerekeket, román általános iskolás gyerekeket akár nyaranta egy hétre magyar környezetben táboroztatni? Akár úgy, hogy közösen valahol Magyarországon megbeszélni, hogy közösen visszük a gyereket, szokja azt, hogy tud magyarul tanulni, hogy magyar környezet, hogy ahol a magyar gyerek legyen az, aki fordít neki, aki be tudja bizonyítani, hogy az, hogy ő 2 nyelven beszél, Debrecenben meg tudja neki mutatni, vagy a nyíregyházi állatkertben, ő el tudja magyarázni a román gyereknek, hogy na ez a zsiráf, mi van kiírva a zsiráf mellé. Remélem, hogy érthető, tehát, hogy bebizonyítjuk, hogy a mi nyelvünk nem valami megtűrt, nem valami értéktelen kolonc, ami valahogy ránk ragad, hanem nagyon fontos. És ha ebben a környezetben mi tudjuk bizonyítani, hogy a magyar nyelv ugyanolyan fontos, mint a román nyelv, és ugyanolyan értékes, és ugyanolyan sokszínűen ki tudjuk fejezni magunkat, és ezt a gyerekeink tőlünk látják, hogy mi milyen fontosnak tartjuk ezt, mi magunk mennyire ügyelünk arra, hogy tisztán beszéljük, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy a gyerek olvasson, írjon, kulturálódjon a magyar, tehát legyen része a magyar kulturális közösségnek, akkor ő is ezt fogja továbbadni. Mert a gyerek mintát követ, és mindig nézzünk magunkba, megtettünk-e mindent mi, voltunk elég igényesek mi, hogy a gyerek azt a mintát tanulja tőlünk, amit mi elvárjuk, hogy továbbadjon.